Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része, végig az ikrekkel fogunk foglalkozni. Kiderül, hogy tényleg erős a testvérek, ikertestvérek között az a bizonyos kapocs. Az is kiderül, hogy jó-e, hogyha egyforma ruhába öltöztetjük iker gyermekeinket. Rengeteg kérdésre fogunk választ kapni, ám először a genetikái, a különböző esélyeké, statisztikái a főszerep. Szülésznőgyógyász szakorvos segítségét kértük, erről készült egy kis videó. Van közkincsét élve egy olyan Hellin szabály, mert azt mondja, hogy 85 egyes terhességre esik egy kettes terhesség, és 85 kettős terhességre esik egy hármas terhesség. Ez mindig az volt addig, amíg a Lombik program be nem indult, mert a Lombik program ezt egy kicsit felborította, és sokkal több a iker terhesség, mint ami ennyi szokott lenni. Nálunk olyan 3600-3700 szülés van, és a 45-50 körül van a iker terhességnek a szám, és kb. 4-5 a trigemini, tehát a hármas terhességekkel találkozunk. Most is van egyébként a kórházban fekszik egy hármas iker terhes. Meséljen arról, hogy milyen körülmények növelhetik meg az iker terhességnek az esélyét. A természetes terhesség kialakulása esetében nagyon sokat számít a genetika. Az, hogy az ő családjában előfordult-e ikerterhesség vagy nem. Ikerterhességnek két nagy típusát ismerjük, amikor egy petesejt termékenyedik meg, és az válik, szétezve ugyanaz egypeti ikrekről beszélünk, és amikor nem egy, hanem kettő petesejt termékenyül meg, két külön hímival sejte, ami azt jelenti, hogy két, mint egy normál testvér lenne. Az előzőben, amikor ő azonos petesejből alakulnak, akkor teljesen ugyanaz a genetika állományuk, ugyanolyan a kinézetre is, a másikban ugyanolyan kapcsolatok van, mint egy testvérnek. Vannak-e mégis esetleg olyan esetek, körülmények, amik megnövelhetik esetleg az ikerterhesség lehetőségét? Gondolok itt arra a Lombik programon túl, hogy mondjuk 30 év felett gyakoribb-e, és így tovább. Igen. Hát a 30 év felett ez a gyakoriság elsősorban abból adódik, hogy általában ilyenkor a peteérés nem tökéletes, nem minden menstruációs ciklusban történik meg a peteérés. Ilyenkor szoktak segíteni az orvosok, vagy éppen maguk ma már lehet kapni recept nélkül is olyan gyógyszereket, amelyek a fogamzást segítik elő, és bizony, aki ilyet használ, annál sokkal nagyobb az esélye annak, hogy nem egy, hanem kettő, három petesejt éri meg olyan szintre, hogy akár meg is tud termékenyülni. A másikok valóban a Lombik program. A Magyarországon 3000 körüli gyermek születik Lombikkal, ez azt jelenti, hogy körülbelül minden 100-ból körülbelül 5 gyermek már Lombikkal születik, ami nagyon szép arány, viszont ahhoz, hogy ez a Lombik program sikeres legyen, régebben 3-4 megtermékenyedett petesejtet, ma már csak 2-t vagy 1-et helyeznek be, és ahol 2-t helyeznek be, és sikerül, akkor mind a 2 megmaradhat, és így lesz a ikerterhes. Például az egyik utolsó ilyen trigeminink, tehát a 3-as terhességünk úgy alakult, hogy 2-t helyeztek be, mind a 2 megmaradt, és az egyikből pedig valószínűleg úgy alakult ki a ikerterhesség, tehát így lett neki 3 darab magzatja, akit éppen most hord. Ha már az okokról, esélyekről beszélgetünk, akkor nagyon sok internetes portálon lehet azt olvasni, hogy anyai ágon jobban örökölhető ez a fajta lehetőség, ez így van? Igen, ez egyértelmű, hogy az anyai ágon, tehát a családban mondjuk 2 darab ikerterhesség előfordul, 2 valakinek született ikerterhesség, akkor legalább 10-szerese az esélye annak, hogy neki is ikerterhessége lesz. Egyébként a mai, hál' Istennek, a mai várandós gondozásunkba belekerült az, hogy a terhesség, akkor kezdődik a várandós gondozás, ha megtörtént egy ultrahangvizsgálat, amivel igazoltuk azt, hogy a mélyen belül van egy élő kis, vagy élő lény. Igen, ilyenkor már lehet látni azt, hogy 1, 2, vagy 3. Tehát az ikerterheseknek az a veszélye, ami régen volt, hogy későn vették észre, és vagy nem is tudta, hogy ikerterhessége, gyakorlatilag, ha valaki odafigyel, kizárható.
Az én férjem nagymamája 90 éves már elmúlt, és 62 évvel, bő 62 évvel ezelőtt ikerlányoknak adott életet. Akkor még ugye nem lehetett tudni, manapság már ugye sokkal hamarabb észlelhető az ikerterhesség. Mennyi plusz vizsgálatot eredményezhet egy ilyen terhesség, egy ilyen várandóság? Igen, azt mondják, hogy a két terhesség viselése az kétszer annyi gondot jelent. Hát én azt mondom, hogy nem, hanem legalább tízszer annyi gondot jelent. Az nem biztos, hogy az anyukának, mondjuk ennek nagyon szokott örülni, hanem az egészségügynek, tehát aki őt ellátja, hiszen ezek a terhességek attól függ, hogy milyen típusú, most nem mennék ebbe bele, jóval korábban, tehát 3-4 héttel korábban fejeződnek be, mint egy normál terhesség, nem 40 hétig, hanem 30 hétig tart, 37 hétig, és van olyan típusa, amikor úgy állunk hozzá, hogy a 32-34 hét után viselése nagyon veszélyessé válik, viszont megint a ultrahangra megyek vissza, ezt a 12. héten meg lehet állapítani. Ikerterhesség az egy olyan ikerterhesség, ami várhatóan akár meddig kimehet a terhessége, vagy egy olyan veszélyes állapot, amit igenis nagyon fontos a szoros ellenőrzés. Ezt a terhesek már gyakran, vagy várandósok már a 12. héten tudják. Akár plusz darabszámú vizsgálatot is várhat az, aki mondjuk iker lányukat, fiúkat vár. Igazán olyan protokoll, olyan irányelv, hogy kell gondozni a ikertereseket nincs, hiszen nagyon sokféle ikertereséggel állunk szemben. Tehát még egyszer van a természetes, van az egypetélyű, van a kétpetélyű, akkor még ilyen, hogy milyen határoló burkok vannak, nem mennék ebbe bele, attól függően különbözőek. Ezek között a legenyhébb, az gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy picikét nagyobb odafigyelés elegendő, és ez gyakorlatilag kiviselte a terhesség. Egészen odáig, hogy már a 18-20. Héten azért érdemes akár kórházba is intézve befeküdni, hogy folyamatosan ellenőrizzék. Szülésznőgyógyász szakorvosként, főorvosként nagyon sok évtizedes tapasztalata van, és biztos, hogy látott különleges ikerterhességeket. Mire emlékszik vissza szívesen, vagy milyen különlegességeket látott, akár mondjuk interneten lehet látni, olvasni olyan dolgokat, hogy az ikrek ölelik egymást, és így tovább, és így tovább. Hát inkább én szakmai dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Tehát amikor én kezdtem a szakmát, akkor az volt az elv, hogy az ikerterheseknek egy 80%-át megszülesztettük. Hát ott a legváltozatosabb dolog volt, az egyik koponyával, másik haránt fekvésben volt, és hát bizony néha nagyon nehéz volt a szülőszobán azt a második picike babát kiszedegetni. Az egyik érdekesség az volt, hogy előfordul több esetben olyan, hogy az A magzat meg tudott születni, B magzatért császármetszést csináltunk. Sőt, tudok olyanról, ez nem az én praxisomban volt, ez egy budapesti eset volt, hogy volt egy trigeminit, egy hármas terhesség, ahol az A magzatot elvetélte, ilyen 22 hetes korában, majd összezáródott a mérszája, tovább viselte következőt, azt megszülte 27-28 hetes korában, és a harmadikat pedig 32 hetes korában, így a három gyerekből gyakorlatilag legalább kettő élő volt. A másik biztosan most a tévében is szerepelt ez a sziámikres dolog, hogy megszületett. Hát én azt tudom mondani, hogy ilyen az elmúlt évtizedben én nem tudok, hogy Magyarországon megszületett volna, hiszen ezeket még egyszerűen 13 éves korban ki kell tudni szűrni, és nem lenne szabad, hogy ők elmenjenek ilyen korig. Tehát ez is érdekesség, hogy megszületett, és szegény meghalt, de hát ezt korábban lehetett volna esetleg észrevenni. A szülésznőgyógyász szakorvostól nagyon sok mindent megtudhattunk, a következő percekben pedig különleges és nem mindennapi eseteket mutatunk be, figyeljenek! Ikrek. Dupla anyagi teher, dupla energiaszükséglet a szülőknek, de dupla öröm is. Ők a világ egyik legfurcsább ikrei, 1997-ben Maria sötét bőrrel és sötét barna hajjal, szemekkel született, testvére Lucy vörös hajjal, fehér bőrrel és kék szemekkel látta meg a napvilágot. A kétpetélyű ikreknél ez igen ritka, ám megeshet. Az ő esetükben azért lehetett így, mert apukájuk fehérbőrű, anyukájuk pedig jamaikai származású. Ők pedig már a híres Olsen lányok, az egypetélyű ikrek kisgyermekkoruk óta reflektorfényben vannak, ám a kezdeti hasonlóság az idő múlásával és vélt plasztikai beavatkozások után szinte teljesen elmúlt.
Aztán van több olyan ismert ikerpár, akik nem ketten vannak, hanem jóval többen. Tévéműsor is készült John és Kate életéről, ikerlányaikról, majd hatos ikreikről. Két terhesség, összesen 8 gyerek. És a közelmúltban kiderült, hogy több hírességnél hamarosan duplán kopogtat a gólya, Beyoncé és Jay-Z, valamint George Clooney-ék is ikreket várnak. A következő percekben egy nyíregyházi anyukával és ikerlányaival ismerkedhetnek meg. Vendégem Zékány Andrea, valamint Zsófi és Szonya, sziasztok! Szia! Hát igen, a lányok kicsi meg vannak szeppenve, sokszor a felnőttek is, de hát ez egy ilyen műfaj. Mesélj arról, hogy neked hogyan jöttek ők az életedbe. Természetes úton, Lombik program, ugye mindig felmerül ez a kérdés, hogyha ikerlányokról van szó. Igen, ez érdekes volt, tehát én elváltam, tehát nekem a második kapcsolatomból mi szerettünk volna egy babát, mert a páromnak nem volt gyermeke, és hát ugye kettő sikere jött össze, így 37 évesen akkor, ez nagyon megterhelő volt nekünk, vagyis legalábbis nekem, mert nem tudtam, hogy fogom viselni a terhességet. De akkor természetes úton megviccelt majd, hogy nem a természet. Igen, de hát nyilván már semmi pénzért nem adnám őket, hiszen ők a legcsodálatosabb dolog, ami történhetett volna velünk. Igen, gondolom a terhességi teszt után, a két csík után, amikor elmész a vizsgálatra, és látod azt, hogy két szívecske ver, akkor igazán meglepődik az ember. Hát nagyon meglepődtünk, igen, mert tehát nem nagyon siettünk az orvoshoz, hát ráérünk alapon, csak de otthon már poénkodtam én rajta, hogy hát hihetetlenül, tehát nagyobb a pocakon, mint kellene normális esetben. Úgyhogy egy kicsit nagyon szíven ütött, amikor az orvos két magzatot látott. Látom, hogy a lányok egyforma ruhában vannak. Törekedtek arra mindig a pároddal, hogy próbáljatok hasonló, vagy éppen teljesen egyforma ruházatot biztosítani hát, nekik? Inkább én öltöztetem őket, de igen. Tehát ők egypetélyű lányok, és ők is szeretnek egyformában lenni, illetve hogyha nem egyforma ruhájuk van, akkor eléggé össze tudnak veszni rajta. Tehát akkor majdhogy nem kötelező jellegű is az egyforma ruha. Annyira nem erőltettem, tehát nyilván később azért fognak ők formálódni, és majd ők eldöntik, hogy mit szeretnének felvenni, de amíg ők elfogadják azt, hogy ez van, addig ők is szívesen felveszik ezt. És milyen a személyiségük? Mennyire egyformák, vagy éppen különbözőek a csajok? Teljesen mások. Tehát hihetetlen, de teljesen mások. Zsófi a pocakban is a nyugodtabb volt. Szonya meg akkor is az izgága volt. Most is így van ez. Tehát ő törekszik arra, hogy felül próbáljon kerekedni, de a domináns azért Zsófi az esetek zömében. Mi az, amit nagyon szeretnek csinálni? Akár mondjuk látszik-e rajtuk, hogy milyen hobbi, vagy milyen dolog felé orientálódnak, hogy ugyanaz a dolog, vagy ebben is teljesen másak? Hát, tehát nyilván szeretik ugyanazt csinálni, tehát látják az egyiktől, hogy nem, ő sokkal szebben rajzol, vagy éppen a másik. Ők nagyon ügyesek, tehát rajzolásban is, nagyon ügyesek kreatív dolgokban is, de ugyanúgy a biciklizés, rollerezés, görkorcsolyázás, tehát ők nagyon fogékonyak mindenre, hál' Istennek. Hogyan viseled te szülőként, vagy éppen a csajok, amikor esetleg összekeverik őket? Biztos van ilyen? Nyilván, aki már hosszabb ideig ismeri őket, és ténylegesen ismeri őket, az nem keveri össze. De igen, zavaró. Tehát aki látásból ismeri, és tudnia kellene, hogy ki kicsoda, és mégis téveszt, ez igen, zavaró tud lenni egy idő után. És én szóvá is szoktam tenni. Csajok, egy kicsi még meg vagytok szeppenve. Mit szerettek csinálni a legjobban? Meséltek arról nekem? Rajzolni? Zsófi, válaszolsz? Hát most nem. Hát majd most lehet nem. A következő alkalom, majd a következő ikres műsornál. Nem tudom, hogy mondjuk az óvodában hogyan kezelik ezt a helyzetet, akár mondjuk az óvónénik, a társak, tehát hogy azért így könnyen megismerik őket, vagy szintén még azért ott is gyakori, hogy összekeverik hát őket? Hát azért az elején voltak fennakadások, tehát engem zavart az is, ha úgy lettek szólítva, hogy ikrek. Hiszen ők két különböző személyiség, két különböző gyerek, tehát akár testvérek is, tehát nyilván testvérek.
És engem zavart ez, hogy így szólították őket, de ez bárhol, tehát ha a boltba ikreknek nevezik őket, az is zavar, tehát ez is zavaró tényező. Az óvodában figyelnek azért arra, hogyha még tévedés is van, hogy Szonya megkülönböztető jelzéssel van ellátva, tehát neki van egy anyajegye a fején. Na várjunk, hol van az anyajegyed? Megmutatod? Ott van középen, tényleg a homlokodon. És akkor így könnyebb megkülönböztetni. Igen, ezért könnyebb. Akkor, hogyha valaki találkozik veletek az utcán, akkor már fogja tudni, hogy akkor Szonyán mi az a kis plusz, amit esetleg lehet keresni. Hát egyrészt, másrészt azért, aki ismeri őket, azért, ha jobban megfigyeljük őket, az arckarakterük, tehát nem teljesen, de más. Tehát Zsófi inkább kerekebb arcú, Szonya meg hosszúkásabb arcú. Még egy nagyon gyors kérdés a végére, mert tényleg lejárt az idő. Van-e a családotokban a felmenők között iker, akár nálad, vagy a párodnál? Nem volt még soha. Tehát ez tényleg egy ilyen nagy öröm volt a számotokra, meg meglepetés is, hogy akkor nálatok így alakult az élet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Aztán lányok, legközelebb már úgy kell jönni, hogy énekelni, táncolni, produkció, stb. Kicsit feloldódni. Úgy lesz az szerintem. Én köszönöm szépen, hogy jöttetek. Mi pedig programajánlóval folytatjuk tovább a víkendet. Nagyon sokszor lehet hallani, hogy az ikertestvérek között különleges, mély kapocs alakul ki, már az anyamében is, és nagyon sokszor van úgy, hogy ugyanarra gondolnak, ugyanazt érzik, és így tovább. Na, erről a témáról is faggatom majd vendégeimet. Mandula Dóra, aki ikertestvére nélkül van itt, bár ugye ő külföldön van, tehát ezért nem fogadta el a meghívásunkat. Valamint itt van velünk Jánvári Mirjam is pszichológusként. Hát mesélj arról, hogy tényleg ennyire erős az ikrek közötti kapcsolat? Te mit tapasztaltál az elmúlt évtizedekben? Nehéz nekem erre válaszolni, mert igazából mi mindig egymás mellett, egymás közelében éltünk, és bármikor tudtunk egymással személyesen is találkozni, illetve telefonon is beszélni. Úgyhogy igazából olyan időszakunk nem nagyon volt, amikor egymástól távol éltünk, mint például most, ami ugye most következett be az életünkbe, ugyanis a testvérem most kiköltözött egy fél éve Ausztriába, úgyhogy ott élnek. És van olyan, amikor ugyanabban a percben gondoltok egymásra, és felhívjátok egymást, és nem hiszed el, Dóri, de pont most akartalak hívni. De ilyen van. Van? Ilyen van most is, de ilyen volt akkor is, amikor egymás közelében éltünk, tehát ez nagyon gyakran volt így. Úgyhogy ezt alá tudom támasztani, de nagyon kíváncsi vagyok erre az időszakra, hogy mit fogok megtapasztalni, illetve ő is ott kint. A nézők láthatnak közben egy kis slideshow-t a ti elmúlt éveitekről, gyerekkori képeket is hoztál, illetve felnőttkori képeket is láthatunk majd rólatok. Nagyon sok fotó arról árulkodik, hogy a szüleitek szerettek titeket egyforma ruhába öltöztetni. Most kérdezzük a szakembert, Mirjamot, hogy mennyire jó az, hogyha az ikreket tényleg azonos ruhába, egyforma ruhákba öltöztetik a szülők? Igazából, amit érdemes erről a témáról elmondani, hogy attól függetlenül, hogy tulajdonképpen kiköpött másai egymásnak az egypetivi ikerpárok, két különálló személyiségről beszélünk. És ahhoz, hogy a két személyiség ki tudjon bontakozni és önállósodni tudjon, erről azt mondja a szakirodalom is, hogy ezt lehet, hogy kerülni kellene, ezt a egyforma ruhába, egyforma haj, minden egyforma, annak érdekében, hogy két különálló személyiség minél hamarabb tudjon kibontakozni. Mert hogy amúgy például beszédfejlődésben is egy picit le vannak maradva az ikerpárok, mint a nem ikerpárok, és pontosan amiatt van, mert hogy ugye jellemző ez az ikernyelv az ikrek között, és ők megértik egymást, ők jól elkommunikálnak egymással, viszont emiatt a társas közeggel való kommunikáció
kommunikációhoz, az lassabban fejlődik. És az önállósodáshoz, az önálló személyiség kialakulásához meg szükség van arra, hogy velük is tudatosítsuk, hogy attól, mert egyformák vagytok, attól még két különálló ember vagytok. Na de azért valljuk meg őszintén, hogyha egypetélyű ikergyermekek vannak a családban, hát milyen cuki, amikor ugyanúgy öltöztetjük őket. Igen. Aztán persze már kisiskolás korban ugye ezeket szerintem el lehet hagyni, gondolom nektek is így lehetett annak idején. Hát, nehéz volt, mert ugye mindig ajándékba ugyanazokat kaptuk, vagy csak színben volt különbség, tehát nem nagyon szerettük egyébként, megmondom őszintén, mindig törekedtünk arra, hogy különböző darabokat vegyünk fel, és aztán úgy anya el is fogadta, tehát el nem ragaszkodott aztán, de viszont amit tapasztaltam a környezetemben, hogy azok a lánytestvérek, akik meg nem voltak ikrek, és hasonlítottak egymáshoz, azok meg egyformán öltöztek, tehát volt én osztálytársnőm. Erősíteni akarták a hasonlóságot, gondolom ez is milyen érdekes. Amúgy nem tudom, hogy mennyire kutatják itt mondjuk térségünkbe ezeket a dolgokat, amivel indítottuk Dórával a beszélgetést, hogy ez a nagyon erős kötődés hogyan alakulhat ki, mennyire jellemző. Ugye voltak régen ilyen rémtörténetek, vagy számomra rémtörténet, hogy voltak olyan ikerpárok, akiket elszakítottak egymástól, és akkor így is nézték. Mesél ezekről a kutatásokról, vagy eredményekről. Igen, hát ugye ezek a kutatások ugye arról szólnak, hogy akik külön család, egypetélyű ikerpárok, de külön családban nőttek fel, közöttük is rengeteg a hasonlóság. Uh-huh. És ugyanúgy megvan ez a kötelék, ez a szorosabb kötelék közöttük is, valamilyen oknál fogva. És ugye ennek mi lehet az alapja, ugyan te is indítottál, hogy már a magzati fejlődési szakaszban is ott vannak egymásnak. Tehát tulajdonképpen nincsenek egyedül soha. Uh-huh. És valamilyen szinten azt mondják ezek a kutatások, hogy tulajdonképpen nagyobb a kötődés a két gyerek között, mint az anya és a gyerek között. Mert hogy amíg a gyerek nem tudja azt felfogni, hogy anyuka csak átmegy a másik szobába és nem tűnik el, addig az ikertesóm az ott van mellettem, mindig ott van mellettem. És természetes, hogy emellett, hogy nagyon szoros a kötődés, ettől függetlenül azért a versengés is megvan a két gyerek között, ugyanúgy, ahogy nem ikerpároknál is, de talán ott, mivel folyamatosan egyszerre fejlődnek, egyszerre kell, tehát nincs az, hogy most velem többet foglalkozik anya, mert én most kisebb vagyok, vagy éppen apa, itt még intenzívebben megjelenhet akár a szülői figyelemért való versengés is. A testvéredet Klárinak hívják, téged Dúrinak, de nagyon sokszor választanak olyan neveket a szülők, amik nagyon hasonlítanak. Ugye te is említettél egy ilyet még a beszélgetésünk előtt, hogy van egy ikerpár a környezetedben, őket hogy hívják? Edith és Enikő. Tehát E-E. E-E betű, igen, és amúgy pedig ezt is kifejezetten leírja az összes szakirodalom, amit a pszichológiában lehet olvasni az ikerpárokról, hogy ez sem feltétlen egy jó dolog. Mert hogy azzal, hogy eltérő nevet választunk nekik, azzal még inkább erősíteni tudjuk azt, hogy két különálló emberről van szó. És hogy nagyon sokszor meg úgy utalnak az ikrekre, hogy az ikrek, és nem név szerint nevezik meg őket, hanem igen, hogy az ikrek. Ó, hogy bólogat Dóri, akkor voltak ilyen bőséges. Volt már mind a kettőnk, Klári hallgatott a Dórára, én a Klárára, úgyhogy... És vannak ilyen standard mondatok, amik már egy idő után bevált, hogy jó, persze én vagyok a Klári, vagy nem tudom, tehát hogy hogyan tudtátok ezt kezelni, amikor nem ismertek meg. Hát nem, soha nem vettük rossz néven, nem ismertek meg, tehát ez a mai napig így van, hogy az utcán Klárinak néznek őt, hogyha most ugye nincs már itt, de amíg itt volt, simán nézték őt Dórinak, és tehát ezek nagyon érdekes, inkább az arcokat érdekes látni, amikor rádöbbennek, hogy teljesen nem ahhoz az emberhez szólnak, akihez ők úgy gondolták, hogy szólnak, úgyhogy inkább ezek érdekesek, hogy ők hogy reagálják le. Ezt. Előttetek vendégeim voltak pici ikerlányok is, 5 évesek. Ők még nem tudtak olyan sztorikat, mint mondjuk esetleg te. Voltak olyanok, hogy kijátszottátok a hasonlóság alapján az egész rendszert iskolában, baráti társaságban? Hát én megpróbálkoztam vele, egyetemen volt egy olyan vizsgai időszakom, amikor nagyon sok vizsgám volt, és akkor mondtam a Klárinak, hogy hát segítsél már be, legalább egy vagy két vizsgát vállaljál már, de nem merte, tehát hogy nem. Pedig biztos, hogy nem derült volna ki. Tehát a mai napig, hogyha most a tesóm jön ide be, meg nem mondtátok volna, hogy most engem láttok, vagy őt. Tehát hát én is megkérdeztem, hogy Dúri, te vagy az ő Klári? Tehát én próbáltam, de ő nem vállalta.
Inkább telefonon csináltunk ilyen kis csintalanságokat, hogy tehát úgy adta ki magát, hogy Dóra, én meg úgy, hogy ő Klára, és akkor így egy picit így bolondítottuk a fiúkat, de egyébként olyan... Hangotok is hasonló amúgy? Most így nem tudom visszaidézni. Telefonon keresztül igen, egy picit másképp beszélő, mert inkubátorban egy picit sérült a hallás, ezért másképp képzi a hangokat. Tehát aki ismer mind a kettőnket, ő tudja, hogy van ez a különbség, de aki nem, az viszont nem. Tehát az nem mondja meg. De miért szeretted ezt az életformát, ezt az élethelyzetet, hogy neked igenis van egy ikertestvére, tehát tényleg ez ilyen nagyon szoros kötelék alakult ki köztetek? Igen, én nem tudom milyen nem ikernek lenni, mert ugye én ebben élek, meg ebben nőttem fel. Nem tudom, én úgy érzem, hogy ez tényleg egy ilyen élet végéig tartó szoros kapcsolat, és most sem tudnám megmondani, hogy mi lenne a jobb, hogyha én halnék meg először, mert az neki fájna, vagy hogyha ő, mert az nekem fájna, tehát nem tudnám eldönteni, hogy melyiket válasszam. Úristen, milyen érdekes kérdéseket vett fel ugye az emberben ez a helyzet, ez az élethelyzet. Szerintem erről még bőségesen tudnánk veled is beszélgetni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, önöknek pedig a teljes víkendes figyelmet. Egy hét múlva találkozunk, addig is kívánok munkatársaim nevében is kellemes hétvégét, jövő hétre pedig kitartást. Viszontlátásra!